Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás mit gondol, hogy érzi magát, és mit fog tenni? Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mit tervez. A választ itt látjuk, ennél a levélnél. Ez vagy azt jelenti, hogy ír neked, keresi veled a kapcsolatot, vagy megvannak az elvárásai, és arra vár, hogy te írj neki. Más témáknál ez a levél lehet egy szerződés, vagy egy dokumentum is. A második kérdés, hogy hogy érzi magát, bepillantunk az ő érzelmi világába. Itt a halak jelentik az anyagiakat, és itt lehet egy szerződés, ami kihat az ő anyagi helyzetére. De ami az érzelmeket illeti, vagy a párkapcsolatotokat illeti, itt a halak jelentik az értékeket, a belső értékeket is. Hogy te értékes vagy számára. A harmadik kérdés, hogy mit fog tenni, itt a kezébe veszi majd a kulcsot szimbolikusan, persze azt is jelentheti, hogy van kulcsa a lakásodhoz, de ennek a képnek az a jelentése, hogy ő magabiztos. Lesz itt egy magabiztos fellépés. Ezzel a kulccsal ő majd lezár valamit, miután lezár bizonyos dolgokat, kapcsolatokat, utána kinyílik köztetek ez az ajtó, és jelenti az ő nyitottságát is. És az utolsó kártya azt jelenti, hogy mi fűz össze benneteket. Ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz itt a középpontban, hiszen fontos vagy számára, értékel téged. Azt is jelentheti itt ez a kép, hogy te irányítod a dolgokat, mert nyitott leszel, írsz neki, közlöd vele, hogy ő mennyire értékes számodra, és ezáltal változik majd a helyzet. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!